Szervusztok, szervusztok! Megérkeztünk egy újabb RP videóba. Arra gondoltam, hogy megpróbálunk továbbra is pénzt csinálni. Így szint úgy egyedül. Elsősorban valami új fele próbálok mozogni. Lehet, hogy nézzünk egy fotós munkát, mert az, ami úgy érdekes lehet, nem tudom, hogy mit kell csinálni, benne megnézzük együtt. Aztán, hogyha nem egy profitáló sztori, akkor elmenjünk, taxizgatunk egyet, mert ahol mindig van pénz, a pénz az meg köl. És kérdeztétek jogosan, hogy mégis minek kell Nikolának pénz? Azt a kurva életben, micsoda motyor. Na, azért kell Nikolának pénz, mert Nikola beújított egy új autóra, és azt szeretné szépen átfesteni. Bár nem direkt újított be, de így sikerült. És ez nem más, mint egy Ferrari. Egy kicsi ferkót vásárolt a Nikola. Úgy volt vele, hogy ha már itt van, akkor mi ne. Olyat lép, megbolondúz gyakorlatilag. Hát beűsz, azt préselődsz be az ülésbe egyből gyakorlatilag. Kettőig nem tudsz elszámolni, azt már 200-on van, érted? Jó lesz ez. Menekülgetni, menni vele, jönni vele, érted? Méne. Nem, egyébként kellett egy gyorsabb autó mindenféleképpen, mert hát na. A Mustang nem rossz, de nagyon lassan gyorsulgat, meg kapar mind az ökör. A Jeep az nagyon jó terepre, tehát az nyilván megmarad, használatban lesz, a Lada az meg technikailag raktár. Úgyhogy kellett egy olyan gép, amivel úgy, ha meg kell indulni, akkor meg tudok indulni. Na most hűha. Az igen. A kupil. Mintha mi se történt volna gyakorlatilag. Na nézzük meg ezt a fotósztorit, hogy mi is ez, hogy is néz ki, stb. Úgy látom, hogy olyan Digital Den van itt, mint ahol a telefonokat lehet venni. És akkor ez hogy is néz ki? Fénykép feldolgozás, hát az nekem nem kell még annyira. Tehát ide kell jönni a fénykép feldolgozáshoz, értem. Akkor először nekem más kell, valószínűleg nem ez. Itt van egy fotostúdió, aha. Talán inkább az. Remélem valami ízé, 800 dolláros fényképezőgépet kell venni. Lehet, hogy nem fektetünk bele. Sőt, gyakorlatilag jelenleg biztos, hogy nem fektetünk bele. Maradna 20 dolcsim? Fincsi. Fék. És most? Ide kéne bemenni? Hát én ide nagyon aktívan leparkolok gyakorlatilag. Life Invader. Hellóka, belóka. Bárki a helyszínen van? Vajon? És föl kéne mennem, vagy le, vagy ez hogyan van? Csalunk egy picit, várja. Aha, ott fenn vannak székek, az fix. Tech stop. Invader zone, yoga zone. Tehát térkép szerint inkább mögöttem van, úgyhogy valószínűleg ez az emeleten lesz. Aztán amúgy a fasz tudja. Felspulizunk. Invader café, aha. Multimiből nincs át kamera, nem tudod elkezdeni munkát. Nice! Akkor valószínűleg meglátogatjuk a hobbiboltot Sandybe. Hát ha az lesz a megoldás. A fény... meleg volt a pite. Itt is az lesz. Mit megy ez a gép? Te jó ég. Olyan kényelmesen kihajta a 300-at, mint nem lenne hónap. Na, itt megállunk. Így, ne. Kipattanunk a gépből. Csókolom Marika néni. Legyen már olyan kedves, azt mondja, hogy nem kurva drága a fényképezőgép, mint olyan póráz. Fotópapír. Arra valószínűleg szükség lesz. 300 dollár a fényképezőgép, bazd meg. Minimum 350-re szükségünk lesz. Azért az csúnya picit. Indurka pindurkát.
350 dolcsi. Vajon mikor fogja ez visszahozni az árát? Az az én nagy kérdésem. Mindegy, hát levesszük. 350 dolcsit. Remélem, hogy az a fotópapír az nem ilyen egyfényképezős sztori lesz. Már akkor lehet, hogy sírva fakadok. Fotópapír. És ezt el kéne használni? Nem. Jó van, megnézzük, na. Bezártuk. Na és akkor most mehetünk vissza ide. Meg is gyűjtünk, szokásos kis helyünkre leparkolunk. Bezárjuk a gépsárkányt. Azt nem mondom még el nektek, hogy milyen szín van a fejemben a Ferkónak. De tetszeni fog. Van egy olyan sanda gyanom, hogy tetszeni fog. Nézzük. Weboldal megnyitása. Üdv Nikola Volosetyi. Hello! Aha, értem. És akkor most kaptam én egy... Nem. Nem kaptam semmit. De gondolom, akkor most már van értelme a fotómunkának. Hát nem vagyok sokkal előrébb. Mert hogy ez kurvára nem tölt be. Ez lehet, hogy nálam van hiba egyébként. Bármi ügyben. Hát figyelj, megnézzük. Hát ha elfogadja. Nem sok szögből lehet lefotózni a kaszinót. Hopp, szerány. Nem sok szögből lehet lefotózni alapvetően a kaszinót, úgyhogy... Hát fasz tudja. Megijedt a bátyja itt, ahogy kijöttünk. Ja, hát megnézzük, figyelj. Oda elmegyünk. Aha. Várjál, én maximalista vagyok. Hol van? Itt van-e? Hármas. Nincsen hármas. Menj el a fotóló és dolgoztass fel a képet. Értem. Jó, hát akkor nem nézzük meg. Majd a következőt megnézzük. De most, hogyha egy fotópapír 50 dollár volt. És nem lesz jó. Vagy nem lesz jó, nem lesz elég magas a pénz. Tehát ez a legalacsonyabb, legalapabb kép volt. Nem volt vele semmi nehéz. Kaszinóhoz eljöttem, megcsináltam a fényképet, cső. Na most a nagy kérdés, hogy ezután megéri-e a pénz, mint olyan. Pláne úgy, hogy most baszakodnom kell azzal is, hogy nem tölt be a kép, amit fényképeznem kéne. Tehát most így... Kezdő játékos, aki mondjuk nem tudja fejből, hol van a kaszinó. És akkor lát egy fényképet, akkor lehet, hogy már el tudja helyezni úgy valahol. Nagyon nino. Kellene egy taxi, hát az nincs bátya. Ne csipogjál, légy szíves, jó? Baszok én rád olyat, meg is halsz. Valahol nagyon nínoznak. De ez minket most nem is zavar. Elmegyünk a fotólaborba. Így, né. Megállunk. Befutunk. Egy fotópapírt már el is vett. Feldolgozzuk a fényképet. Menj be a stúdióba a pénzedért. Okés. Működhet, alapvetően.
Ez most nagyon nagy kérdés, hogy mennyit kapok. Csak ez is az a baj most, hogyha tegyük fel, hogy lófasz nem kapok. Tehát tényleg ilyen semennyi pénzeket fogok kapni. Ugyanúgy benne van $350 jelenleg a melóban. És ez a legeslegegyszerűbb volt. Tehát most nyilván egy hardot vagy egy extrém nehézségű fénykért megcsinálni, valószínűleg sokkal több pénz jár érte. De hogyha nem hozza vissza, mondjuk nem kapok érte legalább 60-70 dolcsit, hogy visszaadja a fotópapírnak az árát, A1, A2, meg legyen rajta már profitom, akkor konkrétan semmi értelme nincsen. $16. Jó, azért ez csúnya. Azért ez nagyon csúnya. Tehát azért ez már az undorítóság gyakorlatilag. $16. Ember. $16. És nem is tudok újat vállalni, vagy mi van? Teljesített munkák nulla. Haló? Na jó van, pill. Hát fotózkodni nem fogunk jelenleg, mert nem működik sajnos úgy, ahogy kell neki. Úgyhogy arról most lemondunk. Valami más kis bizniszt nézünk szerintem, mert nincs jobb ötletem. Kompenzálva is lettem, tehát visszaadtam a fényképezőgépet, és így megkaptam a zsozsettát igazából, úgyhogy hát ez van jelenleg, mit volt mit tenni, majd kitalálunk valami más valószínűleg után. Vadászat mint olyan még amúgy nekem tetszik, csak vadászkereskedés, itt van a vadászkvadbérlés. Most én elkezdek vadászni, azt ott lebukok a sheriffeknek, nem lesz jó vége. Megnézzük, figyelj, időnk mind a tenger, nem? Van 15 percünk, resig. Mi kell még? Meg is érkezünk. Aztán meglátjuk, hát ha van valami érdekesség ezzel a vadászattal kapcsolatban. Hol van ez? Itt benne a vízői fegyverzsboltban. Creepy azért alapvetően, mert csókolom. Igen, nem erre gondoltam szerintem. Hegyi oroszlán bőr. Dikaz. Szarvasbőr. Préri farkasbőr. Nyúlbőr. Dik. $100 a jó minőségű nyúlbőr. Friss hús. Szarv. $500. Hülye, ebbe is mekkora biznisz van. És ezt hogyan kell eszközölni amúgy? Na várjál. Vadászkereskedés. Vadászkvadbérlés. Jó van, ezt még megnézzük, aztán elengedjük. Hát ha. Repesztünk, bazd meg.
Repesztünk! Mint ha nem lenne hónap. Gyakorlatilag, mint ha nem lenne hónap. Jézusom! 280-nal így szép kényelmesen. Meg is érkeztünk. 10 perc múlva lesi van. Én itt meg is állok. Befutizunk. Szia uram, hello és hello. Figyelj, már bátyja. Aha, hát ez tök jól sikerült. 10 perc múlva lehet újra próbálkozni. Hát én leülök ide hozzá, érted? Érdekes. Hát tartom valószínűleg, hogy ez azért több kell. Elmenjünk ide. Ha már visszakaptuk a pénzünket, befektetjük másba. Nem a legjobb helyen gurulászunk, úgy érzem. Hogy ez a rendes út? Hát úgy tűnik rendes útnak számít. Jó. Illegális vadászat. Az se rossz. Becsukódik az ajtó, hál' Istennek. Csókolom Mari néni ismét. Van fűrész, meg favágóbalta. Na most ez nyilván a favágáshoz kell. Van ki is 250 ér, de az nekem van egy. Tehát azt nem venném meg. Meg van növénytermesztéshez használatos cucc. 80 dolcsi egy infralámpa? Én meg kidobtam a kukába? Kurva anyáz. Locsolókanna, növénytápszer, műtrágya. Jó. Akkor elmegyünk a késért. Hát, ha a kés elegendő ahhoz, hogy én gyilkolásszak ott állatokat. Elgurulunk szépen ide. Hát nem a földes úton, ez fix info. És resi után visszanézünk, hogy mégis mi a szituáció, mert ha ebben van pénz, már pedig lehet benne igazából bőven pénz, akkor ez simán tud működni. Az is lehet, hogy elmegyek a serüpségre, azt megkérdezem, hogy hogy működik a vadászat, mint olyan. Kell-e hozzá fegyverengedély, vagy nem? Hogy működik úgyisten igazából ez az egész? Kicsit megpróbálom benyalni magam oda, érted? Nyilván nem a Ferrari-val, hanem a Jeep-el jövünk. Akármennyire is gyönyörű szép ez a gép. Azért. Túlzásra... Bazd meg! Nem néztem a trafit. Faszom! Megnézzük, hogy nálam van-e a kés, aztán ügyeskedünk valamit. Hát ha valahol van, akkor az a ladában van. Így, ni, kivesszük a kést. Jeepet. Nem is veszük ki a jeepet.
Srácok, egy resi múlva találkozunk, jó? Na már megyünk is. Ott, ahol abba hagytuk. A kvadbérléshez megyünk, csak azt valahogy úgy kéne eszközölni, hogy ne legyen látható helyen az autó, hogyha esetleg arra járna rendőr, vagy rendéberűre, vagy sheriff, vagy bárki, az annak ne tűnjön fel elsők között, hogy hey, bazd meg, ott van egy autó, valószínűleg éppen vadásznak. Úgyhogy ja, ott ala. Na lássuk, miből élünk. Itt kimegyünk. És ott van egyből kettő is amúgy. Ezt a kacsát, hagyjál már, én nem lövök le kacsát, vagy libát, vagy a faszom tudja mi ez. Na azt már lelövöm. Hát így mondjuk nem. Elfelejtettem rakni a pisztolyt a gyors gombra. Semmi baj. Utána megyünk. Vagy mégse. Na, nagyon olyan helyen van, ahova nem akarok menni amúgy. Nem, nem megyünk utána. Kurvanyját. Na így lesz a kettőből nulla. Gyakorlatilag. Nem tudom, hol kéne meglőni mondjuk. Fejét lőjem, vagy a szívét? Figyelj, a jó minőség az mindig az, ami ilyen, ilyen helyeken van lőve, úgyhogy ott lőjük meg. De hova mész? Hallod? Már nem azért mondom. Hasza! Hello! Állj már meg! Na végre. Fogadjunk, hogy így se fogom tudni megvizélni. Ó, faszom. Nem tudom megnyúzni, mert nem izé pisztolyjelet megvőve. Na mindegy. Megyünk tovább. Nem adjuk fel. És legközelebb fejbe lőjük. Az a biztos. Nem jó. Ez meg nem tudja eldönteni, hogy szaladjon vagy ne. Rossz se vegye meg a nyakad. Hát ez nagyon kedves. Fogta magát, ez diszpónolt. Nem baj, jöttek mások. Jöttek mások. Például itt jobbra van kapásból kettő. És hogy ez úton van, vagy valahol itt van ez fönt. Főgurulunk. Hello! Nagyon ajánlom, hogy meghaltál. Az én mondom. Van nálam egy kés. Engedd, hogy megnyúzzalak. Légy szíves. Geci, ilyen a világon nincs. Engedd, hogy megnyúzzalak. Hát bazd meg. Hadd nyúzzalak meg. Légy szíves. Pénzt akarok csinálni belőled. Kérlek. Jaj, engedelmeskedj. Gyerünk már. A rosszabb megeszi, de tényleg. Mi a faszomat csinálok rosszul? Itt egy kés. Itt egy pisztoly. Pisztollyal megöltem. Nem akar működni. Buta vagyok. Nem jutott eszembe, hogy mindenhol izé van már.
20 szereztem meg, mi ez? Rossz minőségű szarvasbőrt. És mitől lesz jó minőségű a szarvasbőr? Arra adjon nekem valaki egy választ. Ki a következő? Hát rohadjon meg a bokám, ha látom. Fönt van? Haló? Ó, egy kojot. Figyelj, kojot. Ne fuss el. Olyan buta vagy. Miért kell elfutni? Nyugodj meg. Nem lesz semmi baj. Jó, nem lesz semmi baj. Itt megállok. Hol vagy? Te gyorsan futsz a kurva anyád. Igen, csak meg akartalak késelni. Mitől lesz vajon jó minőségű a bőr? Arra vagyok én nagyon kíváncsi. Arra, hogy meg tudom nyúzni azt a két állatot, amit itt elhagytam. Minden bizonnyal. Elszublimált, hogy úgy mondjam. Hoppala, képen át kell az úton. Ne, ne! Halottnak kéne lenned. Mi a másik? Hűha. Nyugodj meg, figyelj. Hopp, hopp, nem akartam rád menni, nyugi. Jó körbe lövöm. Na most meg bebújt a bokorba, nézd meg. Meghalt. Fix info. Na ez, erről már lehetom fogadni azt, hogy rossz minőségű, figyelj. Tehát ez okés. Oké. Hús meg bőr. Gondolom ez is rossz minőségű. Így van, hegyi oroszlán bőr. És hol volt itt még egy szarvasunk? Most az a szarvas volt, az vajon? Van még kettő golyóm összesen. Nem hiszem, hogy annál messzebbre futott. Úgyhogy... ebből a kettő golyóval. Hopp, ott szalad a szemétláda. Ott, ott. Leátlak ám. Leátlak, te bunkó. Állj mó... nem ár! Ezt hogy nem talált? Figyelj, állj meg, léci! Nem kell a balhé. Ez hihetetlen. Konkrétan nyomott egy 180-at, így magába. De mi ne? Na, állj már meg! Állj meg! Ne csináld ezt, légy szíves. Légy szíves, ne. Kurva anyád. Tudod mit, bazd meg, nem is érdekelsz. Bunkó vagy. Megyek a másik őzre. Az jó fej. Az megáll egy helyben, azért, hogy megölhessem. Hú, bazd meg, meghalok. Ilyen bunkó, az biztos, hogy hegyi oroszlánra nem tudok lőni jelenleg, mert A verzió az, hogy letépi az arcom, B verzió maga az, hogy nem hal meg a fejlővéstől. Ott van egy kojot. És mi a másik? Hát ha más nem lövök egy kojotot is, hát mi van abba? Hopp, hopp, vaddisznó. Hát, hogy ez meghal-e? Puff. Nem úgy tűnik. Gurulj még egy picit. Gurulj, gurulj, gurulj. Meghaltál? Adta az ég.
Hál' Istennek, hogy meghalt. Azt hittem, hogy izé fut még tovább a buksi lövés után. Hop-hop. Ez is rossz. Hogy lehet olyan jó minőségűt lőni? Kíváncsi vagyok, hogy hol kéne meglőnöm. Kifogyott a lőszerem. Ez fix. Úgyhogy megyünk vissza. Leadjuk a kvadot. Visszakapom a pénzem. Aztán eladjuk a cuccokat, amiket találtam. Találtam, lőttem igazából. Köszi uram, visszakaptam a 100 dolcsimat. És most spurizunk idefel. És ha bárki bármit kérdez, akkor kincsbe találtuk az összeset. És nincs nálunk pisztoly se. Mondom, nincs. Nem is létezik. Na, szavasz uram, figyelj már. Van én nekem, ilyenem, fixem. Van én nekem, ilyenem is, fixem. Meg... Ugye préri farkasra kell rám, nem, az a jó minőség, várja. Rossz minőségűből a hegyi oroszlán az, ami jó. Anyád. 100 dollár, mi a fasz. De mitől függ, hogy milyen minőségű vajon anyád a szarv? Az nagyon kell. Szarvasbőrből van még, azt hiszem. Hát igazából, amíg rossz minőségű, addig teljesen mindegy, hogy miért lövök. Hú, ebből meg mennyim lehet? 8 darab husim van. Itt van a 8 darab husi. Azt ennyi. Hát, ja, jó minőségűt kéne lőni, csak nem tudom, hogy mi alapján osztja ki. És hoppá, 400 dollár. Ez főleg attól függ, hogy mennyibe kerül az ammó. És azt fejből én most nem tudom. Hogy mibe kerülnek a lőszerek. Úgyhogy ezt ki kell majd még fundálni. Megnézzünk még egy kincset. Megnézzünk egy kincset, hátha. Csak leveszem majd a pisztolyt. Morris and Son. Feed and Supplies. Halványra fingom nincs. Őszinte akarok lenni. Morrison Sons pedig valahol láttam amúgy fixen. Megnézzük szerintem Paletóba, mert én nekem rémlik egy ilyen egy régebbi RP szerverről, ahol izét csináltunk belőle, konkrétan Sons of Anarchy bázist, ha jól emlékszem, ebben megyünk tankolni. És mintha ott lett volna ez egyébként, úgyhogy megkukizzuk mindenféleképpen. Jogos lehet a kérdés egyébként, hogy miért nem a Ferrari-val megyünk. És nem tudom, menjünk a Ferrari-val? Menjünk a Ferrari-val, mit szóltok? Megbeszéltük ezt így. Nyomj egy lájkot, ha azt szeretnéd, hogy a Ferrari-val menjek. Ez mennyivel érdekesebb lenne egyébként, hogyha lenne hangom. Írd le kommentbe, hogy melyik a kedvenc autód. Nyomj egy lájkot, ha szerinted Nikola egyedül fog meghalni. Jó Istenem, bassz meg, meghalok. Írd le kommentbe, szerinted hány dollárt fog fizetni a tankolásért? Ha 81-et írtál, akkor vendégem vagy egy lájkra. 5,86 mérföld, izével kell menni mindenféleképpen a Ferhóval. Na, megindulunk Paletóba. Azt mondom én ti nektek. Na, szépen, szépen. Valami ilyesmi helyen volt. Azt hiszem. Egy Jägermeister. Hát ez már meg is érte, gyakorlatilag. Jó van. Nem is én lennék. Na jó van, mossuk le a kicsikét. Azt mondom. Hát egy alapot szeretnék. Hú, hál' Istennek van rajt róla, már megijedtem. És
Sajnos túl gyakran fordul elő, hogy alapmosást kérek, és cicis nénik jönnek takarítgatni a tüdőt. Mennyire nincs értelme amúgy ilyenkor a néninek, hogy ott van. Hát így random fröcsköl, jobbra-balra a cucc. Hát ha nem lenne amúgy összebaszva, ez 10 per 10-ből néz neki. Look at that. Úristen. Gyakorlatilag Szex és New York. Jó, hát azzal egy kis izével ne törődjetek. Jó, hát erős túlzásokban essünk, hogy megérte. Nem számít. Azért el kell ismerni, hogy nagyon vadat lép ez a kis perkó. Itt egy random telefon a levegőbe. Hát srácok, elég sok mindent csináltunk erre az egy videóra, úgyhogy igazából remélem élveztétek, és egy dolgot tudok csak mondani, legyetek jók és szobatiszták. Sziasztok!